Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit! És hát először is gratulálni szeretnék a szervezőknek, hogy egy ilyen csodálatos rendezvényt annak idején megálmodtak, és minden tudtommal, nehézségek ellenére megszervezték, és reméljük, hogy a jövőben is meg fogják szervezni. Itt külön kiemelem Mukics Ferencet, és megköszönöm a meghívást, hogy itt tartatok én is önök előtt egy előadást. Rólam annyit, hogy közel 40 esztendeje élek kint nyugaton, Svájcban, 1984 óta. Már egy elég komoly kihívás, hogy a nyugati pénzkeresési lehetőség vakít bennünket olyannyira, hogy bizonyos dolgokat nem is akarunk látni. Nem vesszük figyelembe, hogy kiszakítunk gyerekeket egy közegből, közösségből, elszakítjuk a gyereket a nagyszülőtől, a barátaitól, mi elszakadunk a szereteinktől, családtól. Kivisszük a gyerekeket nyugatra, és azzal védekezünk, vagy azt használjuk alibiként, hát a gyereknek majd jobb lesz nyugaton. Majd neki olyan lehetőségei lesznek, amit Magyarországon nem kap meg. Hát bevallom őszintén, hogy ilyen lehetőséggel, főleg most, hogy Magyarország az utóbbi években egy komoly fejlődéset tett szert, ezt mondom én, mint nyugati szemmel, és a nyugati sajtóból, és a nyugati körülményekből tekintve Magyarországra. Úgyhogy azt hisszük, hogy nem tudom, milyen csodálatos a nyugat. Az tény és való, hogy abból a kevéske pénzből, amit félre tudnak tenni, a nyugat-európai magyarok átszámolják forintba, az egy komoly összeg. Igen ám, de nagyon sok, ha ott élnek, sok kiadás is van. Az tény és való, hogy egy kukás keres 3 millió forintot, bocsánat, 1 millió forintot, egy kukás, de kiadhat 700 000 forintot a lakbére és a betegbiztosításra.